A Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását ünnepeljük így pünköstkor. Az ünnep jelentéséről, üzenetéről is beszélünk mai adásunkban, de más témákkal is foglalkozunk. Lássuk, mi jön még a 35 percben. Köszöntöm Önöket! Fiatalok oltása, a gyermekek sem immunisak a koronavírussal szemben. Fogynak a férőhelyek, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bölcsődei beiratkozást. Pünkösd, a keresztény egyház születésnapja. Néhány hete már a 16 és 18 év közötti fiatalokat is lehet koronavírus elleni oltásra regisztrálni. Az érintetteknek az oltás időpontjára szülői hozzájárulási nyilatkozatot is magukkal kell vinniük. A 16 év alattiak vakcinálása hazánkban még nem engedélyezett, de a korhatár már akár a közeljövőben tovább csökkenhet. Köszöntöm a stúdióban dr. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvost. Jó estét kívánok! Egy sokkal! Főorvos úr, így a harmadik hullám lecsengése idejében miről tud beszámolni, milyen tapasztalatokat élt meg itt Nyíregyházán a körzetében? Azt gondolom, hogy mind a lakosoknak, mind az egészségügyben dolgozóknak egy nagyon embert próbáló, lelkileg, fizikailag megterhelő, sokszor elviselhetetlen perióduson vagyunk túl. Ezt egy picit még talán kérdőjelesen is mondanám, mert még nem vagyunk túl rajta. Tehát egy soha nem látott, talán a 20-as éveknek az influenza járványával, a spanyol járványával összevethető súlyosságú járvány zajlik a világba. És hát ugye az elején tapasztalt vagy észlelt sokkos állapot, ami a szakmát is érintette, amikor egy abszolút ismeretlen vírus betört, és semmit nem tudtunk róla. Hát ez nagyon nagy erőpróba elé állított mindenkit. Azt gondolom, hogy annak köszönheti a világ, hogy egyenlőre ennyi a veszteség, és ennyi így sikerül lassan megfogni, de még múlt időben nem beszélhetünk, gondoljunk itt csak indiai járványhelyzetre, vagy Dél-Kelet-Ázsiába. Annak köszönhető, hogy nem abba a tudatlan állapotba érte a világot, mint a 20-as években ez a járvány, mert ugye mégiscsak az orvostudomány fejlettebb, a technológia fejlettebb, és óriási pénzeket, óriási szellemi kapacitást belevetve egy nagyon-nagyon rövid időn belül sikerült olyan védőoltásokat, meg eljárásokat bevezetni, hogy eredményesen lehetett fölvenni a harcot. És tegyük hozzá az informatika fejlettségét, hiszen az információáramlás is kulcskérdés. Mert most nem 1920-at, hanem száz évvel később időpontot írunk. Nagyon sokáig az volt a kommunikáció és a tapasztalat is, hogy a gyerekekre nem olyan vészes, nem olyan súlyos ez a vírus, hiszen könnyedén átvészelik, gyakran tünetmentesen, és hogy velük igazán nincs teendő. Ehhez képest most más már a hozzáállás. Igen, hát ugye amikor jöttek az első betegek, aztán az első 1000, meg az első 100 000 betegek, akkor az arányokból lehetett ezt megtudni, hogy hát ezek ugye először csak az idős krónikus betegeket érintették, utána egy kicsit fiatalabbakat, de krónikus betegeket, és utána bizony éppen a mutációk, a vírus változékonysága miatt utána jöttek a fiatalabbak, meg most is vannak olyanok, hogy fogalmunk sincs, hogy miért fog ki egy-egy fiatalt ez a vírus, és éppen a tudomány az, ami próbál erre választ adni. Most nem régen olvastam egy cikket, hogy egy szuperkomputerrel Amerikába próbálták modellezni, hogy vajon mi történik a szervezetbe egy ilyen vírustámadásra, és bizony, mivel az gyermek is egy élő szervezet, itt nem mondhatjuk azt, hogy ők kimaradtak, vagy ki fognak maradni ebből. Én nekem az a véleményem, hogy az ő kis immunrendszerük,
oka annak, hogy nem olyan súlyos betegségek támadtak, vagy éppen olyan vírusvariáns van, ami nem őket fogja ki. De erre írás, erre bizonyosság nincsen. És ezért azt mondom, hogy a gyerekek épp olyan veszélyzónában, veszélyes környezetben és veszélyes helyzetben vannak, mint a felnőttek. Annak mi csak örülünk, hogy nem volt olyan veszteség, de ugye hallunk nap, mint nap, és az orvos tapasztalja is, hogy nem érintetlen ez a társaság, ez a csapat sem, és hát ugye beszélni kell azokról a úgynevezett fertőzés utáni állapotról, amit post-covid szindrómának nevezünk, ami most ugye pár héttel a betegség után, de nem tudjuk, azért nem tudjuk, hogy nem-e hónappal vagy évekkel még mi jön, mert az egész történet egy éves. Tehát ezért csak azt tudom mondani, és ezt én nagyon sok helyen elmondtam, hogy itt egy új vírusról van szó, egy új helyzetről van szó, és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy mind az egészségügyben, mind a társadalomban egy időszámítás kezdődött, egy Covid előtti, meg egy Covid utáni, mert itt másként fogunk sok mindent átlátni, élni, és ebbe bizony a gyerekek is részesek, és ezért nem mondhatjuk, hogy ők egy másik kategória, csak örüljünk annak, hogy ők most ilyen helyzetben vannak. Éppen arról is lehetett olvasni, hogy pontosan azok a gyerekek, akik nagyon enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen vészeltek át egy fertőzést, a post-covid betegség nagyon is súlyos lehet. Milyen megjelenése lehet ennek a post-covid, nevezhetjük szindrómának, mert igen. Nagyon sokféle megjelenése. Igen, lehet. Inkább úgy mondanám, hogy a post-covid állapotok vagy szindrómáknak a megjelenése nem függ a betegség súlyosságától. Attól függ, hogy elkapta a vírust. És mivel nem tudjuk, hogy a vírusod belül mit csinál, vagy csak azt tudjuk, ami klinikailag megjelenik, ezért azt tapasztaljuk, meg aki a post-covid ellátásban szerepet játszó komolyabb intézmények azt tapasztalják, hogy teljesen alig produkáló tünettel átesett fertőzésnek lesz egy nagyon súlyos post-covid lefolyása. Nos, ugye ez a vírus ugye minden szervet megtámad, itt azért beszéltünk eddig mindig, meg ezt tapasztaltuk, hogy a légúti rendszer a domináns, mert ott vannak azok a AC2 receptornak nevezett kötőhely a legnagyobb számban, ahol a vírus behatol, és be tud menni a sejtekben, és ott elszaporodni, és akkor a vérárammal meg elárasztja a szervezetet. És amikor ez megtörténik, ugye egy első fázisban legyőzheti a szervezet a védekező rendszere, de utána a megbújó vírusok, vagy azoknak a termékei, vagy a megváltozott immunállapot, esetleg szövetkárosodás hozza az eredményeket. Ilyen értelemben a post-covid esetében nagyon sok a fáradtsággal együtt járó, az idegrendszeri állapotot érintő, a tüdő krónikus betegségét előidéző, a keringést, a szívet érintő, de nagyon fontos a vese, mint megbetegedés kiváltó tényező, és bizony ezek nem egy-két szervről beszélünk csak, hanem mindig az egész szervezetet érintő, és ezért nagyon komplex, és ezért szerveződött az országban egy pár decentrum, amelyek ezeknek a ellátására szakosodik, és nagyobb tapasztalatot tud, mert egyébként megfoghatatlan tünetek esetén, és az gyakorló orvos csak azt tudja, hogy ez valahogy nem illik bele ez a tünet együttes az eddig ismereteimbe, vajon nem lehetette valamikor egy véletlenül átesett vírusfertőzése, és ha elindulnak ezek a vizsgálatok, sokszor kiderül, hogy de bizony. És azt sem lehet tudni, hogy hosszú távon ezek hogyan gyógyulnak, vagy milyen krónikus betegségeket okozhatnak esetleg. Mint ahogy azt sem lehet tudni, hogy maga a védőoltás, az hosszú távon milyen hatással bír, egyáltalán meddig van védőhatása, illetve a pillanatnyi mellékhatások, ami általában azért kisebb kellemetlenségekkel jár, de vajon hosszú távon kialakít-e valamit. Tehát rengeteg a bizonytalanság, és nagyon sokan nyilván oltáspártiak, meg olyanok is vannak, akik
tartanak az oltástól. Mivel lehet meggyőzni az embereket? Igen, én azért itt szeretném világossá tenni. Míg a betegség lefolyását illetően, a hatásmechanizmust illetően nagyon sok a nyitott kérdés, az oltások fontosságát illetően semmilyen nyitott kérdés nincsen. Tehát a védőoltás, korszerű védőoltások vannak, eredményesek az oltások. De honnan tudom én azt megmondani egy fél éve kifejlesztett védőoltásból, hogy 10 évig véd? Hát ki mondaná azt meg? Hát erre nincs tapasztalat. Azok az mérések, amiket próbálnak ilyen-olyan tesztel, szérumból nézni, azok sem mérvadóak. Ehhez is kell egy hatalmas vizsgálat a világon, amikor egyértelmű lesz, hogy melyik oltóanyag milyen mértékben véd, mennyi ideig, és mivel ez a vírus itt marad mellettünk, nem jövőre, hanem 15 év múlva is itt lesz mellettünk, sőt, velünk, nem ez, hanem a mutánsok, akkor mutánsok. Kell majd belőni azt, hogy melyek azok a védőoltások, amelyek a leghatékonyabbak, és mondjuk akár mellékhatás profiljában is a legjobb, és milyen gyakorisággal kell ezt adni. És át fog menni egy olyan influenza-szerű védőoltási rendszerbe, ez már ott most is körvonalazódik, hogy egy év, 8 hónap, egy év lefutása után, és akkor ilyen boosterezés, megerősítés, védőoltások tömkelegével lehet, és mondtam, mivel nagyon korszerű védőoltások vannak, amelyek alkalmazkodnak a megváltozott mutációkhoz, ezért ez nem egy reménytelen helyzet, én nagyon-nagyon bízom benne, és én azt mondom, hogy a védőoltások vonatkozásában csak hálát kell adni a Jóistennek, hogy van ilyen, és lesz ilyen, és azzal uralni tudjuk ezt a járványt. A problémám nekem az, hogy a meggyőzés, mert sajnos a sokfajta információ, amivel egy laikus ember épp olyan fontosnak tart egy másik laikus Facebook bejegyzését, mint egy tudományos, egy professzor úrnak a hiteles tájékoztatását, és a kettőt összeadja, és megáll valahol. Na most ezek a nagy gondok, hogy az információ megzavarta az embereket, pedig ebben a vonatkozásban csak a szakember véleményére kellene adni, és azt mondom, a védőoltás vonatkozásban egy szemet nem szabad gondolkodni, mert itt a halál, meg a krónikus betegség áll szemben egy bolhacsipéssel. Mindezek mellett azt gondolom, hogy abszolút oltáspárti a gyerekek körében is. Mennyire lehet lemenni életkorban a védőoltással? Igen. Én azt gondolom, hogy nem akarok rossz jós lenni, de meggyőződésem, hogy egy éven belül egy-két év körül lesz az oltatóság határa a legmodernebb oltásokkal. Már én láttam az, olyan filmet Amerikában, hogy a 6 éveseknek már majdnem befejeződött a tesztelése, és ugye most ugye 16 év, de már 12 évben Amerikában már oltanak hetek óta, és ha ügyesek vagyunk, már mint az Unió, az EMA, megkapja az engedélyt a legkorszerűbb oltóanyag, akkor még itt nyáron olthatjuk a 12 év felülieket is. És ugyanúgy mennénk lefele, mert egyet hagy hangsúlyozzak, és ezt én fontosnak tartom. Hogy beszélünk itt a nyájimmunitásról, már mindenki profi módon, de itt valamit muszáj megmondani. Az, hogy számokkal játszunk, hogy mi az a nyájimmunitás, ez egy teljesen fölösleges dolog. A nyájimmunitás akkor alakul ki, hogyha a vírus fertőző képességéhez igazítjuk az átoltottságot. Mondok egy példát, a kanyaró nálunk azért nem járvány, mert a gyerekek 98%-a át van oltva. Ha 90% lenne átoltva, járvány lenne. No most itt kezdődött a 4 millió, hogyha a lakosságnak 4 millió, akkor lesz nyájimmunitás. Már ezt korrigálták, már ez magasabb. De csak egy mutáció kérdése, és már több. Én szerintem most 80%-nál járunk, hogyha 80%-a a lakosságnak át lesz oltva, akkor lesz nyájimmunitás. De kérdezem én, hogyha a felnőtt lakosság 60%-a lesz átoltva, meg a gyerek lakosságból semmi,
Hol lesz ebből 80%? Sose. Vagyis én azt mondom, hogy addig, míg a gyerekek nagy része nem lesz átoltva, ez a járvány nem fog megszűnni. Ezért nagyon hálás vagyok, hogy ilyen védőoltást kifejlesztenek, és minél hamarabb adhassuk nekik, na akkor fellélegezhetünk szerintem. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el kell fogadnunk, vagy hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy kísérleti aranyok lettünk, ami a mi életünkben még nem fordult elő, de most ez a vírus egy ilyen helyzetbe hozott bennünket. Hát én nem így fogalmaznék, hogy kísérleti, hanem az adott kor legmagasabb szintjén biztosított gyógyítás, mert más alternatíva nincsen. Én nem csak az oltásra gondolom a kísérleti alanyiságot, hanem magának a vírusnak is egy kísérleti alanya vagyunk. És még lesznek ilyen vírusok, sajnos, mert belegázoltunk a természetbe, és ki tudja, hogy mit fog még ez nekünk hozni. Főorvos úr, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket, és elmondta a gondolatait. A járvány harmadik hullámának enyhülésével párhuzamosan egyre több kisgyermekes anya dönt úgy, hogy bölcsődébe adja gyermekét és visszamegy dolgozni. A családok választhatnak az önkormányzati vagy a magánbölcsődék közül, a beiratkozás feltétele, hogy a kisgyermek 20 hetes kor felett legyen. Nem érdemes sokat várni a döntéssel, hiszen a megyei bölcsődék szinte teljes kapacitással működnek. Évek óta egyre több gyerek születik Balkányban. A szabolcsi település folyamatosan épül-szépül, ezért is vállalnak több gyermeket az ott élők. Nagy szükség volt már így egy saját bölcsődére, amely tavaly nyáron meg is nyitotta kapuit. Az intézmény teljes kapacitással működik, 3 csoportjába 36 gyerek jár, de lenne még igény további férőhelyekre. A legtöbb szülő ebben az időszakban április-május környékén iratja be csemetéjét, a következő szeptemberben induló nevelési évre. Nem érdemes azonban ezt az utolsó pillanatra hagyni, ebben a bölcsében is már csak néhány szabad hely maradt. Egyelőre úgy van, hogy aki jelentkezik, és azokat mindenkit fel tudjuk venni. Látszik, hogy nagyon nagy igény volt Balkányban erre a bölcsődére, nem csak Balkányból, hanem a környékbeli településekről is hozzák át a gyerekeket. És mondom, teljes létszámmal megyünk, tehát ez nagyon kellett, ez a 3 csoportos bölcsőde Balkánynak és a környéknek, ahhoz, hogy a kismamák, illetve az édesanyák el tudjanak helyezkedni. Elsősorban azok a szülők gyerekei járnak, akik dolgoznak, azok a kismamák hozzák a gyerekeket, és azokat vesszük és előnybe részesítjük, akik dolgozni mennének, de van pár szülő, akik nem dolgoznak, hanem azért, hogy a gyerek fejlődjön, és megfelelő fejlettségi szintet érjen el, már behozza a bölcsödébe. Ez a bölcsöde nagyon jó egy óvodai előkészítőnek is akár, tehát lehet 2,5-3 évesen hozza be azért, hogy az óvodára felkészüljön, szokja a közösséget, szokja a nevelőket, az tökéletesen alkalmas egy évet itt eltölteni arra, hogy utána óvodában ne legyen gondjai a beilleszkedéssel. Mint a Pénzcentrum cikkéből kiderül, van olyan intézmény, ahol a meghirdetett beiratkozási időszakon túl az ellátás kezdő időpontját megelőzően legfeljebb 4 hónappal előbb nyújtható bejelentkezés. Még máshol az aktuális nevelési évre vonatkozóan lehet a várólistára feliratkozni, de hogy milyen feltételei vannak, hogy a szülők igénybe vessék gyermekük napközbeni ellátását? A bölcsődébe 20 hetes kortól vehetők fel a gyerekek. Ennyire pici korban még nem jellemző, hogy hozzák a szülők, de azért egy éves kortól már többen is járnak a bölcsibe. Ami mindenképpen figyelembe kell vennünk, azokat a szempontokat a törvény nekünk meghatározza, de mindenképpen elsőbséget élveznek azok, akik valamilyen okból nem tudják a gyermekük napközbeni ellátását biztosítani, és az elsődlegesen vagy azért, mert a szülők anya is és apa is dolgoznak, vagy a gyerek egészséges fejlődése érdekében mindenképpen szükséges a gyermek napközbeni ellátása, és ezt a bölcsődében tudjuk neki biztosítani 3 éves koráig. 3 éves kor után maradhat még abban az esetben a gyerek a következő nevelési év végéig, ha ezt orvos vagy védőnő a gyerek fejlődéséhez szükségesnek tartja. Ha a gyermek sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult, akkor a 6. életévének betöltését követő augusztus 31-ig járhat bölcsődébe. A jogszabály szerint sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarra vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. Az településenként változó milyen díjat kell a szülőknek fizetniük? 2011-ig csak az étkezésért kellett, azóta viszont a gondozásnak is külön díja van, amit ugyanakkor sok önkormányzat átvállal. Így van ez a szabolcsi településen is. Itt olyan szerencsés helyzetben vannak a szülők, hogy az önkormányzat döntése alapján gondozási díjat egyáltalán nem kell fizetniük, segítve ezzel is a fiatalok boldogulását. Étkezési térítési díjat pedig csak abban az esetben kell fizetni, hogyha meghatározott havi jövedelmet meghaladja a bevételük, de ennek az összege is egy napi 572 forint, amit a szülők többségének nem kell fizetni. A szabadban játszanak a jó időben a kisgyermekek ebben a Sóstóhegyi magánbölcsödében. Az intézmény idén év elején bővült és vette birtokba ezt az épületet. Mindenféle családi programot próbálunk szervezni, hogy összejöjjenek a családok, ne csak az legyen, hogy a szülő elhozza a gyermekét, aztán amikor éppen beesik érte délután, akkor menjen, hanem egy kicsit így összehozzuk a családokat is, már amennyire ezt a vírushelyzet is engedi, de szeretnénk, hogyha a családok, illetve mi is megismerjük egymást. Hát a térítési díjak azok pedig úgy vannak, hogy nálunk van olyan lehetőség, hogy délelőtre hozzák a gyermeket, illetve van egésznapos szolgáltatásunk. Mind a két esetben ezt az állami támogatást, ezt a 40 ezer forintot meg lehet igényelni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy egésznapos havi díj az nálunk 60 ezer forint, és ebből ugye 40 ezer forintot az állam vissza tud adni a szülőknek. A félnaposat azt pedig teljesen úgy 40 ezer forintba jön ki, és ezt a 40 ezer forintot, tehát olyan, mintha állami bölcsödében járnának, úgyhogy ez szerintem nagy könnyítés. Illetve nincsen meghatározva az, hogy most valaki munkába áll, és azért hozza ide a gyermekét, hanem akár, ha valaki kistesót vár, akkor egy-két napra is elhozhatja a gyermekét, nem muszáj egész héten járni nekik. Az imént említett 40 ezer forintos támogatásra országos szinten 8 milliárd forint áll rendelkezésre. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a napokban úgy nyilatkozott, hogy ez összesen akár 7 ezer kismamát segíthet visszatérni a munkavilágába. A gyermeküket nem önkormányzati, vagyis családi vagy munkahelyi bölcsödébe járató szülők számára elérhető támogatás a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022 nyaráig nyújt átmeneti segítséget a magyar családoknak. A kéremet a Magyar Államkincstárhoz a szervezet honlapján kifejezetten erre a célra létrehozott felületen keresztül kell benyújtani. A lehetőséggel az elmúlt másfél évben egyébként már több mint 4000-en éltek. A Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását ünnepeljük pünköstkor, a húsvét utáni 50. napon. Hasonlóan a húsvéthoz egész héten át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. A római katolikus egyháznál ráadásul csak a vasárnapot tekintik ünnepnapnak. Köszöntöm a stúdióban Csordás Gábort, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház plébánosát. Jó estét kívánok! Picit beszéljünk ennek az ünnepkörnek a keletkezéséről. Hogyan is történt ez akkor? Igen. Ami írásos beszámoló a rendelkezésünkre áll, nagyrészt a Szentírásból, abból az körvonalazódik ki, hogy megváltozott a tanítványok viselkedése. Tehát az a csapat, ami Jézus Krisztus halála után ugye fél, szétszéled, rettegnek ugye, hogy ők is arra a sorsra jutnak, mint ami ugye az a vezetőjük, mint amit a vezetőjük elszenvedett. És egyszer csak kiállnak a nyilvánosság elé, és elkezdik hirdetni ugyanazt, amit ugye tanultak Jézus Krisztusról és Jézus Krisztustól. Tehát kívülről nézve ez a viselkedés változás, ami egy kézzelfogható dolog. A Szentírás ilyen furcsa kifejezésekkel írja le, hogy
földrengésszerű hang, szélvihar, lángnyelvek a tanítványok feje fölött. Nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy pontosan hogy történt. Minden esetre, amikor ilyen kifejezéseket használ a Szentírás, akkor mindig a dolognak a nagy volumenére és a horderejére akar rávilágítani, hogy itt most egy szó szerint egetrengető dolog történt. Nyilván mi tudjuk, hogy mi történt. A Szentlélek, aki, hát valljuk be, hogy a Szent Háromság isteni személyei közül a legmegfoghatatlanabb. Mert hát tudjuk, hogy a mennyei atya, el is tudjuk képzelni, hogy kedves öreg szakállos bácsi, ugye ott integet a képeken. Jézus Krisztus, aki ugye húsvér ember volt, őt megint csak el tudjuk képzelni, és hát ez a Szentlélek, aki olyan megfoghatatlan, hogy most ki ez, mi ez, mit csinál, és valóban ne bajban vagyunk, amikor akár magunknak is érthetővé akarjuk tenni az ő szerepét. Az biztos, hogy amikor az Isten valamit működik, akkor mindig ott van az ő szent lelke. És hát Pünkösd jelentősége éppen ebben rejlik, hogy Isten itt van, és Isten működik, akár az egyes emberek életében, akár az egyház közösségének az életében, tehát hogy az Isten nem hagyott magunkra bennünket, hanem valóban, akár kézzelfogható módon is, de itt működik az életünkben. És hogy itt valóban valami nagy dolog történhetett, mi sem bizonyítja jobban, hogy 2000 év után is még vagyunk, és az egyház működik. Igen. Hiszen maga az egyház létrejötte, és ehhez kötődik, ez az ünnephez kötődik. Ennek is van egy szép teológiai háttere, hogy ahol van egy mennyei atya, ott van mögötte egy család. Ugye erről szól igazából a mi Szent Háromság tanunk, hogy az Isten önmagában egy közösség, és amikor az emberhez szól, akkor közösségbe akarja gyűjteni az embereket. Mert ugye egy édesapa, édesanyja is akkor boldog, amikor a családja együtt van, és amikor nem egymás ellen dolgoznak, meg nem csípik marják egymást, hanem amikor tényleg szeretettel vannak egymás iránt. És hát ahol ugye megjelenik az Isten és az Isten lelke, ott az emberek elkezdenek közelebb jönni egymáshoz, hiszen az Isten is arra tanítja az embert, hogy ne bántsd a másikat, bocsáss meg a másiknak, és hát ehhez ad segítséget. Picit meg is előzte a következő kérdésemet. Mi az üzenete a Pünkösdnek ma, 2021-ben? Ez, hogy az Isten itt van velünk, mindegy, hogy milyen történelmi korban élünk, mindegy, hogy milyen külső-belső bajok ráncigálnak bennünket, hogy mindig számíthatunk rá, és hogy képessé tesz bennünket nagyszerű dolgokra. Tehát, hogy ahogy azokat a rettegő tanítványokat képessé tette arra, hogy álljanak ki, és hogy igenis hirdessék azt, amit kell, úgy az embert képessé tesz ember feletti dolgokra. És nagyon szép olvasni a beszámolókat, hogy egy-egy ápoló, egy-egy orvos ugye mit tesz, és ők maguk is mondják, hogy el sem tudom magamról képzelni, hogy van ehhez erőm, hogy bírom hetek, hónapok óta. És mi hisszük, hogy ilyenkor igenis az Isten ad erőt az embernek, hogy önmaga fölé kerekedve olyan dolgot hajtson végre, amit nem is gondolt magáról, hogy képes rá. Hogyan alakultak ki a különbségek az egyes keresztény egyházak között? Hiszen a római egyház csak a vasárnapot ünnepli, de valójában itt egy egyhetes ünnepkörről van szó. Igen. Az ünnep az mindig értünk emberekért van. Tehát azért van az ünnep, hogy valamit közvetítsen, valamire a figyelmünket felhívja, hogy segítsen nekünk valamiben, és éppen ezért az ünnepeink is alakulnak folyamatosan. Az, hogy egy-egy felekezet mit követ, az akár még a felekezeten belül is változik folyamatosan, vagy változhat. A katolikus egyházban ugye a 20. század közepén volt egy nagy megújulás, ami azt eredményezte, hogy a szertartásaink, az ünnepeink is megváltoztak, és új hangsúlyokat akart nekik adni az egyház. Így került elő az, hogy a pünkösdöt egy kicsit kívülről nézve visszaléptették, vagy hogy mintha lefokozták volna, ugye úgy tűnik, mert hogy már nem 8 napig ünnepeljük azóta. Kicsit én az iskolai ballagásokra szoktam ezt így, vagy ballagásokhoz szoktam hasonlítani, hogy jó, valaminek a lezárása, megünnepeljük azt, hogy az a gyermek sikeresen abszolválta azt az iskolát, de hát az sokkal inkább valaminek a kezdete. És így a pünkösd is lezárása annak, hogy Jézus Krisztus itt él, tanított, elment, elküldte az ő szent lelkét, de hát akkor kezdődött az igazi munka igazából, és azóta is ebben vagyunk.
és ezért nem akarta az egyház, hogy legalábbis a katolikus egyház, hogy legyen egy 8 napos lezárás, hanem hát folyamatosan benne vagyunk. Mi az, amit tapasztal? Mennyire nyitottak, mennyire fogékonyak erre ma az emberek? Mennyire van rá szükség? Spirituális igénye van a mai embernek, és látjuk is, hogy sok helyen keresik ennek a kielégítését. És azt is látjuk, hogy sok mindent felülírt a mai emberekben ez a mostani krízishelyzet, és várják tényleg a segítséget, ki honnan várja. Nyilván mi azt mondjuk, hogy az ember önmagában kevés, és kell hozzá az Isten ereje, meg az Isten segítsége is, amit meg is ad nekünk. Mai embernek is ezt próbáljuk átadni, hogy számítson az Istenre, és hogy ne egyedül akarjon mindent megoldani, és ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtenni a dolgunkat, mert nem kapunk felmentést, de hogy nem egyedül kell küszködnünk. Hogyan tudja magához hívni az egyház az embereket? Hát ezen mi is gondolkodunk, ugye már egy jó ideje. Amit lehet, nyilván próbálunk magunkban is megújulni, és egyre közelebb vinni az emberekhez azt a számunkra fontos üzenetet, amit ugye mi tényleg hiszünk és vallunk. Hál' Istennek azért vannak fórumaink, ahol megjelenhetünk, és hát a személyes kapcsolatok. Tehát az, hogy látjuk például, hogy az emberek annyira örülnek, hogy most jöhetnek ismét közösségbe, szertartásokra, szentmisékre, istentiszteletekre, hogy érzik azt, hogy nincsenek egyedül, és hogy erre a közösségi élményre azért lehet építeni. Nekünk ott vannak például a Szent Jónások lelki beszélgetések, amikor tényleg személyesen megbeszéljük az illetővel a dolgait. Van rengeteg eszköze az egyháznak erre. Nyilván a személyes tanúságtételt az semmi nem helyettesíti. Mennyire nyitottak a fiatalok? Változó. Függ a családtól, hogy milyen családból jön. Függ attól is, hogy a szülők hogy tudták átadni neki, vagy nekik a saját hitüket. Függ attól is, hogy mennyire lázadnak, mert van, aki csak azért sem. Függ a környezetüktől, tehát hogy milyen baráti társaságban van, ismerősök között, ugye felmeri-e vállalni ezt például. És hát egyre több helyen látjuk azt, hogy függ attól is, hogy mennyit szenvedett az a fiatal. Tehát tudjuk, ugye, hogy rengeteg gyerek, fiatal, hát igen, nyomorúságos, akár lelki értelemben nyomorúságos körülmények között van, mert nem kapja meg az odafigyelést, nem kapja meg a szeretetet, szétesett a családja, zűrös az egész háttere, és bennük van még egy fogékonyság erre. Tehát aki már megjárta a hadak útját, fiatalként, akár 10 évesként, ő érzi, hogy kell neki valami. Plébános úr, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Na, szívesen. Kedves nézőink, ennyi fért a 35 perc mai adásába, tartsanak velünk szerdán is, színes témákkal várjuk Önöket aznap is. Szó lesz a cukorbetegségről, az állampapírokról, és megemlékezünk a keddi eltűnt gyermekek világnapjáról is. Mára köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!